Krisztina vagyok, terápiás kutyamasször, és emellett két bullterriernek a gazdája. Ők mind a ketten standard angol bullterrierek, ő egy 5 éves kan, ő pedig egy 3 éves szuka. Mind a ketten az Independent Kennelből származnak. Igazából ők indítottak arra, hogy a masszázsral kezdjek foglalkozni, mivel bullterrierekről beszélünk, jelentős izom van rajtuk, és meglehetősen aktív kutyák, emellett meglehetősen figyelmetlenek, tehát nem néznek oda, hogy hova rohannak, minek mennek, hol sérülnek meg. Ezért elég gyakran fordulnak elő nálunk kisebb sérülések, játékok során. Ilyen esetekben ugye, amit tenni tudunk, az az állatorvoshoz fordulunk a problémánkkal. Aki sokat nem tud segíteni, maximum kapunk gyógyszert, elmondja, hogy pihentessük a kutyánkat, de ezen kívül más nem tudunk tenni velük. Ezekben a szituációkban lehet hasznos a masszázs. A kutyamasszást ugyanúgy kell elképzelnünk, mint ahogy az embereket is masszírozzuk. Igazából ugyanazokkal a hatásokkal bír a kutyákra is a masszázs, mint ránk emberekre. Ezen hatások alatt értem például javítja a közérzetüket, csillapítja a fájdalmat, esetleg mozgásszervi problémákat bírunk bele orvosolni, javítani. Ugyanazokat a technikákat használjuk a kutyák masszírozásnál, mint amit az embereknél. Tehát a svéd masszázs és a thai masszázs elemeit ültették át kutyákra. Egy masszázs az általában fél óra, 40 percnél többet nem szokott tartani. Ugye először is fontos, hogy először meg kell ismerkednünk az adott kutyával, hiszen idegenként megyünk oda hozzá. Tehát az első masszírozásnál nem biztos, hogy egy teljes kezelést végig fog tudni csinálni a kutyám. Kétféle fogást alkalmazunk a masszírozásnál, főleg a svéd masszást használjuk, ezek simításokból, dörzsölésekből állnak, az izomrendszer fellazítására vagy erősítésére használjuk. Ezen kívül a thai masszásból használunk még főleg vonalmunkát, tehát a testen található energiavonalaknak a nyomásával próbáljuk egy kicsit az energiaszintet növelni a kutyáknál. Mindig először a kutya simításával kezdünk, majd dörzsöléssel, esetleg gyúrással, és a végén is természetesen levezetésként ugye simítással végezzük, és a nyújtásokat is gyakran alkalmazzuk a kutyáknál. Igazából a mozgásszervi megbetegedések kezelése, szinten tartása, megelőzése lenne a terápiás kutyamasszázsnak. Ez alatt érthetünk olyan betegséget, ami krónikus betegség, genetikai betegség, például a diszplázia, ide tartozhat egy bambuszgerinc, egy cet. Ezeknél a betegségeknél a masszázsnak az a szerepe, hogy vagy szinten tartsuk, vagy megelőzzük a súlyosbodást, illetve ha műtétbe kerül sor, akkor megpróbáljuk visszaállítani az eredeti állapotot. Másik fontos szerepe, hogy műtétek, sérülések esetén megkönnyítsük a kutyának a felépülését, és az eredeti állapotba vissza tudjuk építeni az izomzatát, hiszen egy műtétnél vagy sérülésnél, fájdalomnál a kutya leépíti az egyes végtagokon az izomzatát, és a masszázsra lesz nagyon szépen visszabírjuk építeni, és normális életet fog a továbbiakban élni. Másrészt hasznos lehet a sportkutyák szempontjából is a masszírozás. Náluk ez elsősorban a mozgás előtti bemelegítés, levezetésben játszik szerepet, ahogy a sportolók is bemelegítenek, a kutyáknál is meg kell ezt tennünk. És az sem árt nekik, hogyha rendszeresen egész testüket átmasszírozzuk, ezzel is lazítjuk, pihentetjük őket. De természetesen egészséges kutyát is masszírozhatunk, hiszen semmi baja nem lesz attól, ha kap egy masszást. Ez számára is egy felfrissítő, relaxáló élmény. Nyugodtan hozhatjuk kutyáinkat masszíroztatni. Van ilyen helyzet, amikor nem ajánljuk, hogy masszást kapjon a kutya. Ez bizonyos betegségeknél fordulhat elő. Például keringési, szívbetegségeknél nem ajánljuk a masszást, mivel megemeli a vérnyomást, ezért ez komolyabb problémát okozhat. Daganatos betegségeknél sem ajánlott, hiszen tovább tudja terjeszteni a betegséget a kutya szervezetében. Nem ajánljuk még akkor sem, hogyha a kutyán nyílt seb
van, vagy vérzik. Ilyen ekkor is fokozza a vérzést a kutyánál. Problémás lehet még esetleg, ha epilepsziás a kutya, vagy valamilyen idegrendszeri problémával kezelik.